stúdiónk vendége volt orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője. Jászladányi drogterjesztőket kaptak el, óvatosan vezessenek a jeges úton, leégett egy presszó Új-Lőrinc falván. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. február 2-án 18 óra 5 perckor. Stúdiónk vendége volt orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője, akivel a véradók köszöntéséről beszélgettünk. Mai vendégünk orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi vezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlök mindenkit, különösképpen a tévénézőket. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy ezen az alkalmon itt részt vehetek. Miért fontos a véradók megbecsülése? Mit üzen számunkra az, hogy a véradókra oda kell figyelnünk? Tulajdonképpen a biztonságos vérellátáshoz napi 1600-1800 véradót kell toboroznunk. Egy véradással 450 ml vért jelent ez. Tulajdonképpen három ember életét is megmentheti a véradó, és hát ilyenkor ugye ezekből különböző készítmények készülnek, vérlemezke készítmény, vörös vérsejt készítmény és plazma készítmény készül, tehát ezért mondjuk azt, hogy három ember életét is megmentheti a véradó, tehát tulajdonképpen a véradással, tehát az önkéntes véradással, ugye ehhez járulnak hozzá a véradók, és mint tudjuk, semmi mással nem pótolható, csak emberi vérrel tehát ezek a dolgok. Tehát ezért fontos az, hogy megbecsüljük a véradókat, és mindenféle támogatást próbáljunk számukra adni. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük a véradóknak ezt az önzetlenséget, amivel tulajdonképpen ehhez hozzájárulnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hogyan változott a véradók száma? Mennyiben változott? Én úgy gondolom, hogy ezt az évet viszonylag jól zártuk. Ugye mindig van egy bizonyos tervszám, amit próbálunk teljesíteni, és ugye próbáljuk ehhez toborozni a véradókat. Többé-kevésbé azt lehet mondani, hogy közelítettük a 100%-os teljesítményt, és bízom benne, hogy a jövőben ez még inkább fog pozitív irányban változni. Ha már a toborzást említette, hogyan történik a véradóknak a toborzása? Ez különböző módszerekkel, tehát általában telefonos hívásokkal is próbálkozunk már. Van egy call center nevezetű egység, aki ugye ezzel foglalkozik, hogy a véradókat fölhívja, tehát véradás előtt, és akkor az eseményeinkre hívja őket. Ezen kívül ugye mi magunk is próbálkozunk a különböző internetes felületeken, Facebookon, mert ugye nyilván az még a legnépszerűbb az emberek között, és ugye ezeken a felületeken is próbáljuk ugye osztani ezeket az eseményeket, valamint még próbálkozunk hagyományos úton ugye azzal, hogy plakátokat helyezünk ki a város különböző pontjaira, frekventált területeire. Igen. Korosztály tekintetében mi mondható el, ki a célkorosztály, aki általában vagy szinte mindig megjelenik egy-egy véradás alkalmával? Még most is az a legjellemzőbb egyébként, hogy ez az idősebb, tehát az 50 felettiek vannak többségben, tehát a túlnyomó arányban, tehát ők képviselik a törzsét a véradószámnak. Én azt látom, hogy egyre több fiatal is kezd ebbe bevonódni. Mi motiválhatja a fiatalokat ebben? Hát próbáljuk őket megszólítani. Tehát már azt lehet mondani, hogy az iskolákba, tehát gimnáziumokba, szakközépiskolákba, technikumokba, ha van rá lehetőségünk, akkor bemegyünk, és próbáljuk ezt tehát elmondani, hogy miről is szól maga a véradás, és ezt mindig, minden egyes alkalmon, akár egy gyermektáborunkban is, tehát mindig szóba kerül.
Tehát ezt mindig igyekszünk az ifjúságban úgy egy kicsit a magukat elültetni, ugye a szívükbe helyezni, hogy miért fontos ez. Ki adhat egyébként vért? Hát minden egyes ember, aki egészségesnek érzi magát, és 18. életévét elérte, valamint ugye a 65. életévét még nem töltötte be, azok ugye véradók lehetnek. Most az első véradásnál van egy kritérium, hogy ugye ott a 60. életév fölött már nem szoktak első véradót befogadni, tehát 60 év a meghúzott kor határ az első véradásra. Bármiféle orvosi papírok, vizsgálatok szükségesek-e ahhoz, hogy valaki mehessen vért adni? Ahhoz, hogy eljöjjön, ahhoz nem szükséges. Tehát ezért mondtam, hogy aki egészségesnek érzi magát, mindenki jöhet, bátran jöjjön. Én mindenkinek ezt üzenem, hogy bátran jöjjön el, hiszen tehát ott a véradó helyszínen ugye megvan erre a megfelelő egészségügyi gárda, akik ugye ezt majd kiszűrik, hogy akkor esetlegesen tényleg adhat-e vagy sem. Megelőzi, már maga, tehát a jelentkezés során van egy kérdőív, amit ki kell tölteni. És ugye ez már egy szűrő alkalom tulajdonképpen, ugye egy különböző betegségekre, különböző dolgokra rákérdeznek, amit ugye igen, nem válaszsal ugye kell tölteni, és utána van egy picike kis újbegyszúrásból már a hemoglobin szintet ugye meg tudják állapítani, hogy milyen szinten van ő akkor azon a napon, és a végén pedig van egy orvosi vizsgálat, amikor ez az orvos ugye megnézi ezt a kérdőívet, áttekinti, és ugye a hemoglobin szintnek ugye a tudtában, valamint ugye ő még vérnyomást mér, kikérdezi még a jelentkezőt, és akkor ennek tudatában tehát dönti el azt, hogy akkor most ő alkalmas-e arra, hogy vért adhasson-e, vagy sem. Én megköszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is. A jászsági rendőrök 6 jászladányi férfit hallgattak ki gyanúsítottként új pszichoaktív anyaggal kereskedés miatt. A jászberényi rendőrkapitányságon folyamatban lévő nyomozásban megalapozottá vált a gyanú arra, hogy 6 jászladányi férfi új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árul a falujában 500 és 5000 forint közötti adagáron. A jászberényi rendőrök, a Jászhegykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság felderítő osztálya, bűnügyi osztálya, a rendészeti igazgatóság Tisza Megtó és a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság Agria Megta műveleti egységeinek közreműködésével 2024. január 16-án összehangolt akció keretében egyszerre 6 helyszínen tartottak kutatást, továbbá állítottak elő dílereket és fogyasztókat. Összesen 162 g növényi törmeléket és kábítószer, új pszichoaktív anyag gyanúját keltő porokat, pénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint a kereskedéshez használt eszközöket foglaltak le. A nyomozók kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt 6 jászladányi lakost hallgathattak ki. A jászberényi rendőrkapitányság 2-25 és egy 31 éves helyi lakost őrizetbevételéről határozott, és kezdeményezik letartóztatásukat. Ónos eső, hó, igazi téli időjárás. Ezek, amiktől az elmúlt teleken elszoktunk. Pedig nagyon fontos, hogy a jeges úton nem vezethetjük úgy az autónkat, mint száraz időben. Könnyen az út melletti árokban találhatjuk magunkat. Következő híranyagunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogy hogyan vezessünk a csúszós úton. Csúszott az út az ónos eső miatt, ezért lesodródott az útról, majd oldalára borult egy személygépkocsi a 32-es főúton Zagyvarékasnál. A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, majd sofőrjét segítették behelyezni a mentőautóba. Lesodródott az útról, és az út mentén állt meg egy személygépkocsi, Zagyvarékas külterületén a 32-es számú főúton. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járművet. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a mentők már ápolták a gépjármű sofőrjét, őt a tűzoltók segítettek behelyezni a mentőknek a mentőautóba.
Szerencsére itt nem történt tragédia. Kis odafigyeléssel elkerülhetőek a balesetek a jeges úton, ha már muszáj autóba ülni. Téli gumi nélkül ne induljunk útnak. A szokásosnál jóval lassabban menjünk. Kerüljék a kis forgalmú utakat, hiszen azokat ritkábban takarítják, valamint a nappali olvadás és az esti fagy váltakozása könnyebben csúszósá teheti őket, mint a nagyobb forgalmúakat. Csúszós úton indulás előtt célszerű kikapcsolni a tempomatot, az EPS-t, egyiket se a jeges úton haladásra találták ki. Aki máskor használja a sávtartó automatát, most kapcsolja ki. Vezetés közben folyamatosan, de lazán fogják a kormányt. Csúszós úton kerülni kell minden hirtelen intenzív mozdulatot, ami az autó mozgását befolyásolhatja, a hirtelen gyorsítást, az intenzív fékezést és a kormány mozdulatokat. Így csökkenthető annak a valószínűsége, hogy az autó kerekei elvesztik a tapadásukat, és emiatt irányíthatatlanná válik a jármű. Tartson a szokásosnál nagyobb követési távolságot. Ha mégis megcsúszik az autó, három dolgot biztosan nem szabad csinálni. Hirtelen fékezni, attól a csúszó autó nem fog megállni, legfeljebb állókerekekkel csúszik tovább, és még kisebb lesz az esély az irányítás visszaszerzésére felette. Hirtelen gázt adni, attól csak felpörögnek a kerekek, és elkezdik olvasztani, sikosítani maguk alatt a havat vagy a jeget, az így keletkező vízrétek filmként körbeveszi a kereket, amit attól kezdve sok mindent nem tud majd csinálni, de tapadni akkor sem fog, ha már lenne min. Hirtelen kormánymozdulatot tenni sem szabad, annak ugyanis közel azonos hatása lehet, mint az előző két műveletnek. Tartsuk a kormányt folyamatosan abba az irányba, amerre haladni kívánunk, és óvatos fék, illetve a gázpedál használattal igyekezzünk elérni, hogy a kerék újra tapadjon. Vezessenek óvatosan, mindenkit hazavárnak. Teljes terjedelmében égett egy boltként és presszóként üzemelő 120 négyzetméteres épület Új-Lőrinc falván a Kossuth-Lajos úton. Szerencsére senki sem sérült meg. Teljes terjedelmében égett egy boltként és presszóként üzemelő 120 négyzetméteres épület Új-Lőrinc falván a Kossuth-Lajos úton. A tiszafüredi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a tulajdonos áramtalanította az épületet. A tűzeset következtében azonban egy gázpalack felrobbant. Az egységek a három vízsugárral történő oltás során egy másik gázpalackot is kivittek az épületből, amelyet nem ért hőhatás, így szerencsére az nem robbant fel. A presszó tulajdonosa a helyszínen megtörtént nyilatkozott televíziónknak. A helyiek sajnálják, hogy leégett az épület. Mondták, hogy kigyulladt a büfé része, a tóparti büfé rész. Utána próbáltam összeszedni magam, és kijöttem, de akkor már itt voltak a tűzoltók, és eloltották a tüzet. De a nagy valószínűséggel szerint valamilyen elektromos hiba okozhatta a tüzet, és később meg ez tovább terjedt, illetve felrobbantott egy gázpalack, ami a hátsó részen volt tárolva. A tűzesetek megelőzhetőek, vagy időben felfedezhetőek füstjelző készülék által. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, érdekes témákkal várjuk Önöket a képernyő elé hétfőn is. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!